Köszöntöm Önöket! Ez itt a Véradó Kisokos, az Országos Vérellátó Szolgálat videósorozata. Szabó Sipos Barnabás vagyok, vérnagykövet, az OVS kommunikációs munkatársa. Elsőként tartsanak velünk a vér útján. A véradás első lépése az adatfelvétel, a véradó hitelt érdemlő azonosítása, amelyhez szükség lesz a személyigazolványra, a lakcímkártyára és a tajkártyára. Ezek hiányában sajnos nem kerülhet sor véradásra. Az adatfelvétel után egy kérdőívet kell a véradóknak kitölteni, amely az életvitelükre, betegségeikre, gyógyszerszedési szokásaikra kérdez rá. A következő lépés az orvosi kivizsgálás. Először megszúrjuk az újbegyet, hogy a hemoglobin szintet ellenőrizzük, első véradók esetén pedig előzetes vércsoport meghatározás is történik. Ezután vérnyomás és pulzusmérés következik, majd a kitöltött véradói kérdőívre adott válaszok, és a vizsgálatok eredményének értékelésével a kivizsgáló orvos dönt a véradásra való alkalmasságról. Természetesen az is előfordulhat, hogy a véradó jelölt nem alkalmas a véradásra. Ilyenkor a kivizsgáló orvos tájékoztatja őt a kiszűrés okáról és időtartamáról, amely lehet végleges vagy ideiglenes. Alkalmasság esetén kezdődhet maga a véradás. És legközelebb innen folytatjuk. Addig is várunk mindenkit szeretettel véradó eseményeinken, hiszen vérre bárkinek bármikor szüksége lehet, és vér csak vérrel pótolható. Részletekről tájékozódhatnak az OVS honlapján. Köszönöm a figyelmet!